Tisztelt ügyvezető igazgató úr, polgármester urak, elnök urak, tisztelt jelenlévők, szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a Cserhát mezőgazdasági Kft. Valamennyi dolgozóját, a tulajdonostársakat, a mai programnak, mai rendezvények valamennyi résztvevőjét. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen pillanatnak a részese lehetek, hiszen a Cserhát mezőgazdasági Kft. Több évtizedes múltra visszatekintő szövetkelteknek a jogutódja. Képviseli a folyamatosságot a termelésben, a cég dolgozóiban, illetve a szövetkelti tagságban egyaránt, a folyamatosságban, a személyek vonatkozásában is, és képviseli azt a mezőgazdasági kultúrát is, amely a Kunságra jellemző, azt a termelést, amely mindig volt képes alkalmazkodni a piaci kihívásokhoz, a időjárás változásaihoz, sőt, ami ennél sokkal nehezebb, a változó agrárkormányzati irányokhoz is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a mostani nap azért is jeles, mert egy rövid mérleget tudunk vonni a céggel kapcsolatban, a karcagi mezőgazdaságra is figyelemmel, illetve egy jelentős város történeti pillanat is lesz, hiszen egy komoly épülettel gazdagodik Karcag, egy reprezentatív épülettel, amely a megjelenésével, a munkavégzésnek a körülményeivel egyaránt ezzel a szépséggel, hiszen egy modern épületről van szó, és tényleg nagyon kedvező benyomást tesz az emberre. Kifejezi azt, hogy a karcagi mezőgazdaság is talpra állt az elmúlt években, évtizedekben, és szorgos odafigyeléssel, takarékoskodással, szívós munkával lehet boldogulni itt a kunsági szikes agyagos földön is, megtalálva a megfelelő együttműködési formákat. Ez lehet nyilván egy szövetkezet, van most is több a városban, a családi gazdaságok is eredményesen működnek, de az is fontos, hogy azok a KFT, korlátott felelősségű társaságok, tehát céges formában működő termelési összefogások is eredményesek legyenek, amelyek embereknek adnak megélhetést, ellátnak bennünket élelmiszerrel, alapanyagokat termelnek az élelmiszeripar számára, illetve olyan tejet, amelyhez hozzá tudunk jutni itt a városban, a mintaboltban, és így gazdagítják a mezőgazdaság, az élelmiszergazdaság palettáját is, számunkra, karcagi lakosok számára is értéket és finom élelmiszert tesznek le az asztalra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, itt igen mindenki ismeri a cég történetét, de szerintem érdemes azért fölidézni, hogy a karcagi Cserhát mezőgazdasági szövetkezet annak idején az ország legnagyobb TSZ-nek, a magyar bolgának a szétválásával jött létre. Az egyik jogutód, három jogutód volt annak idején, és hát már van, amelyik nem létezik, de mindig sikerült megtalálni a megoldást arra az önök munkájának eredményeképpen, igazgató úr, munkatárs és a korábban a cégnél, a szövetkezetnél dolgozók munkájának az eredményeképpen, hogy a folyamatosság meglegyen, és ez az értékteremtő együttműködés, amelyekkel akár egy szövetkezet, akár egy társaság esetében az fönnmaradjon. Gazdaságilag is talpon tudtak maradni, munkát biztosítani a dolgozóknak, és hogyha megnézzük, hogy 414 fővel alakult meg annak idején a szövetkezet, a 1262 fős jogelőtt termelő szövetkezeti tagságból, most is több száz földtulajdonosnak műveli a földjét, akkor látszik, hogy ez messze több, messze nagy mértékben különbözik attól, mint amit mondjuk egy iparban vagy kereskedelemben dolgozó KFT-nél, társulásnál láthatunk. Itt közvetlen kapcsolat kell a termelők, a termelésbe dolgozók, illetve a földtulajdonosok, a korábbi és a jelenlegi tagok között. És én örülök annak, hogy most is a cég egy jelentős foglalkoztató Karcagon, és nagy területet is művel, hiszen ha megnézzük az adatokat, hogy 1578 hektáron kell gazdálkodni, ennek legnagyobb része szántó, jószágállományt tart fönn a vállalkozás, tejet termel, tehát bizony ezek nem könnyű területek. Az elmúlt időszakban jó néhány válság, árcsökkenés, tejpiaci válság, húspiaci válság volt, amely próbára tett bennünket, beleértve valamennyi karcagi gazdálkodót, így a KFT-t is, az időjárásról nem is beszélve, hiszen mondhatjuk, hogy ha itt valaki tud gazdálkodni a karcagi hatában, ezen a kemény földön, szélsőséges viszonyok között, akkor az ország más helyén is biztosan megállná a helyét. De mi mégis itt érezzük magunkat jól, és itt igyekszünk boldogulni. Ezért is öröm az, hogy a foglalkoztatottak száma 76 fő teljes munkaidőben, karcagi lakosok, akik szó szerint kenyeret, megélhetést találnak az önök munkájának eredményeképpen. És én örülök
örülök annak, hogy ennek a munkának köszönhetően, miközben a Kft. Fejlesztéseket hajtott végre, terményszárítót, trágyatárolt, új fejőházat, tejházat épített, gépeket vásárolt, egy székházat is sikerült létrehozni, egy olyan irodaházat, amely 3 év alatt épült fel önerőből, saját megtakarításokból, és amely itt Karcagnak az egyik legfrekventáltabb pontján a városképnek tényleg egy kellemes színfoltja lesz. Látszik az, hogy a belváros az ebbe az irányba is terjeszkedik, itt hamarosan egy újabb középülettel leszünk gazdagabbak a rendőrséggel. Egyáltalán a karcagi városképnek meghatározó elemei jelennek meg most 2010 után, hát ebbe a sorba éleszkedik ez a mostani fejlesztés is. És én gratulálok ahhoz, és szeretném megköszönni úgyis, mint karcagi polgár, hogy a közéletben is a cég részt vesz, dolgozói által, vezetői által, de támogatják a kulturális programokat, a gyermeknapi rendezvényeket, a Birkafőző Fesztivált is természetesen, és mindig részt vesznek, illetve szervezik a traktoros ügyességi versenyt. És én azt hiszem, hogy még jó néhány olyan szakmai program lesz, szakmai konferenciák lesznek, amelyekbe be tudnak kapcsolódni, át tudják adni azokat a termelési tapasztalatokat, amelyek nélkül a magyar mezőgazdaság nem lehet eredményesebb, sem Karcagon, sem máshol itt a környékben. Úgyhogy én szívből gratulálok ehhez a beruházáshoz, amely számomra a karcagi mezőgazdaság erősödésének egy kétségbevonhatatlan jele, amely számomra jól láthatóan mutatja, hogy a karcagi földön is lehet boldogulni, itt is lehet sikeresen termelni, helytállni nehéz időkben épp úgy, mint amikor kicsit könnyebb. Jó munkát, sok sikert kívánok a jövőre nézve, és gratulálok a beruházáshoz.